Az előző videóra építve folytassuk a latex egyenleteknek a szedésével történő ismerkedést. Az eddigiekben megtanultunk néhány elemet. Ja, a betű jelképezi azt, hogy egy karakter beírásával változókat tudunk jelképezni. Megismertük a műveleti jeleket, Y és a Z között a plusz jel. Ugye szóközöket írhattam volna, és akár hát erre nem érzékeny, mindig a tipográfiailag megfelelő térközöket hozza létre az elemek között. Aztán megismertük a hatványozásnak a jelét, vagy kódját, ez a jobb oldali alt gomb és a hármas billentyű segítségével elidézhető kis kalap, ami mögé, hogyha egy karaktert beírunk, azt emeli a kitevőbe, és utána folytatja normális méretű számmal, vagy betűvel a beírt formulát. Ha hosszabb kifejezést szeretnénk a kitevőbe emelni, akkor ezt a kifejezést csoportosítanunk kell, hogy tudja a program, hogy az egész csoportot a kitevőbe akarja emelni, a csoportosítás jel, a kapcsos zárójel. Megismertük a néhány matematikai operátort, a trigonometrikus függvények közül példaként áll a színusz, de ilyen összetettebb jelek előtt jelezni kell a rendszernek, hogy a következő karakter sorozatnak van egy speciális jelentése, ezt a visszafelé forduló perjellel, a backslash-sel tudjuk jelölni, ami a jobb oldali alt és a Q billentyű kombinációjával írható be, és néhány görögbetűnek a kódját is megismertük. Ugye ezek program által kiszedve így néznek ki, ugye a változók tölt betűvel szerepelnek a műveleti jelek között, a megfelelő helyeket kiszedi a rendszer, és megfelelő állóbetűvel jelenik meg a trigonometrikus függvény, a többi minden egyes elem tipográfiailag helyes módon került kiszedésre. A továbbiakban lépjünk egyen előre, ugye nagyon sok képletben ugye tört kifejezések jelennek meg, ugye ez nek van egy speciális parancs, ami segítségével kiszedhetővé válik. Ez a úgynevezett frac vagy frac parancs, amely mögött kapcsos zárójelekkel csoportosítjuk a számlálóba, illetve a nevezőbe kerülő dolgot. Ugye a nevezőbe egyszerű az N betű áll, kapcsolzárójelek között a számlálóba jóval több minden helyezkedik el. A számlálóban megjelent egy újabb matematikai operátor, az összegzés operátora, ez a backslash sum segítségével jelölhetjük. E mögött ugye már megismert hatványozás jel segítségével a felső indexbe tudjuk helyezni az N karaktert, és az alsó indexnek rögtön két példán is láthatjuk a jelölését. Az alsó index a jobb oldali alt és a shift és a mínusz jel kombinációjával beírható alulvonás a jelölése. Az első példában a sum után, summa után egy bonyolultabb kifejezést teszünk alsó indexbe, az i egyenlő 1, ugyet a x után pedig egy karaktert, az i-t tesszük alsó indexbe, és még egy érdekesség, az egyes karakterekhez tudunk ilyen kiegészítő jeleket rendelni, az overline segítségével tehetjük meg. Jó, nézzük ezt mindjárt meg a
előző videóban megismert webes kiegészítő program segítségével törtet a megfelelő egyenletszerkesztetet megfelelő ikonjával tudunk létrehozni a már említett frec kifejezést a két kapcsoló zárójellel beírni, ugye ebbe tudjuk beírni a számlálóba az alsó indexel az XI-t, XI, a nevezőbe pedig az N értékét, ami alul itt megfelelően meg is jelennek. A egyenlőség jel magától értetődik. Ugye a felülvonalat az kétféleképpen is létre tudjuk hozni, hogy az ott említett overline-on kívül van egy egyszerűbb a karakter hosszát nem annyira követő bár kifejezés is. Az overline az megtalálható itt a több karakter fölé rajzolt jelek között, hasonló képpel lehet kihozni, és ugye egy kifejezés hiányzik még, a summa, tehát a summa nagy operátorunk, ugye az x elé fogunk beírni, és ugye a szummának megfelelő n a kitevőbe, ugye akár és írhatjuk. N szerepel a alsó indexébe pedig, ugye nem az XI, hanem a N vagy I egyenlő, I egyenlő egyel. És ugye ezzel már elő is állt a előbb látott képletünk, amit a előzőben bemutatottak megfelelőnek, akár egy raszteres képként, akár valamelyik vektorgrafikus formában tudunk elmenni. Képletek lehetnek, törtek lehetnek egészen összetettek is, ugye ennek megfelelően képes a LaTeX szedni ezeket az összetett képleteket. Itt a bemutatott példában egy ilyen háromszoros bonyolultabb törtet jelenít meg, ugye a nevezőben tört kifejezés, és annak a nevezőjében is tört kifejezés szerepel. Ugye látható, hogy a fontok egyre kisebbek lesznek, ugye nem kell ehhez mást tegyünk, mint ezeket a frec kifejezéseket, ami ahogy a fraction törtből ered, szépen egymásba csomagoljuk, a csoportosítást jelentő kapcsos zárójelek közé egymás után beírjuk ezeket a kifejezéseket. Nézzük meg ezt is, hogy hogyan állítjuk elő a webes alkalmazásban. Ahogy említettem, emeletes törtet nagyon egyszerűen lehet létrehozni itt ebben a LaTeX egyenlet leíró rendszerben, hogy a törteket egymásba ágyazzuk, mondjuk egy 1 legyen a számlálóba, a nevezőbe az előzőekhez hasonlóan egy A0 plusz egy újabb emeletes tört, megnyomjuk, ez is legyen egy 1 per A plusz és egy újabb emeletes törtet írunk be, 1 per B, és akkor lehet látni, hogy szépen csökkenti automatikusan a méretet és megfelelő tipográfiával készíti el ezt a kifejezést a LaTeX szedő rendszere. A következő ilyen említésre érdemes
lehetőség a zárójelek alkalmazása. Egyszerűen beírva a zárójelet, egy tipográfiailag nem túl szép megoldást kaphatunk, ez sima zárójelnek a törtek köré beírt változata okozza ezt a szedést. A most bemutatott változat esetén viszont ugye, figyelemre méltó a két képlet között a különbség. A zárójeleknek a méretét zárójelek elé írt és a helyüket jelölő kifejezéssel, ilyen módosító parancsal left, illetve right baloldali, jobboldali zárójel jelölésével mondhatjuk meg, hogy a környező elemekhez igazítsa a szedőprogram a LaTeX ezeknek a zárójeleknek a nagyságát. Egy másik parancs is megjelent itt, a szorzás jelképező, ugye középre helyezett pont, ugye ez a C-dot, C-dot segítségével tudjuk ezt a szorzás jelet beírni a képletbe. Ezt is megnézhetjük az interneten példaként. Ahogy láttuk, elég egyszerűen lehet kezdeni bonyolultabb zárójeleket. Az hasonló példát írjunk be, ugye a szorzás jele az itt található ezek között a operátorok között, ugye megjelenik ez a középső pont. Az első esetben írjunk egy egyszerű zárójelet, ugye zárójelet automatikusan kirakja a rendszer és egy törtet. Talán egy picit egyszerűbbet is lehet egy per x ként jelenítsük meg ezt. Ugye itt a nem helyesen írt zárójel. Kitörölve a zárójeleket, elvégezzük a javítást. Célszerű a már begépelt kifejezést kimenteni, és a megfelelő igazított zárójeleket beírja a rendszer automatikusan. Beemelem az előző kifejezésemet, és itt a helyes kifejezés, és még ezt megszorozhatjuk. Bocsánat. Megszorozhatjuk C-vel. És változatlanul tudja, hogy a törthöz kell igazítani a zárójelet. Újabb, kicsit másként viselkedő műveleti jellel ismerkedünk meg, a gyökvonással. A gyökvonást egyáltalán meg lehet nyilván hatvány segítségével írni, de sokkal elegánsabb a gyökjel leírás, hogy az angol rövidítésből, a square root-ból írhatjuk ki a gyökvonást, ugye attól a példa is mutatja, és ugye gyökjeleket tetszőlegesen ennek a függvénynek a használatával egymásba ágyazhatjuk. Ugye a egyenlőség jel jobb oldalán létrehozott kifejezés ilyen többszörös egymásba ágyazásból vezethető le, és ugye ennek a másik oldalon látható a megfelelője, ugye az SQRT függvény után szögletes zárójelek közé írva tudjuk megadni a gyökjelnek a gyökvonásnak a kitevőjét, számát. Ugye ez a 32-es jel, ugye, ami szögletes zárójel között opcióként szerepel, fölkerül a gyökjelre. A gyökvonásra nézzük akkor a példánkat. Ugye a gyök
operátor az itt található meg, az SQRT függvény megjelenik, megnyomjuk még egyszer, mondjuk, hogy Z, de szépen egymás alá helyezi a gyökereket, és hogyha szeretnénk föltenni a kitevőt is, hogy egy negyedik gyök alatt az E egyenlő a megfelelő kifejezéssel.